olyan jó látni benneteket. Az elmúlt nyáron a 70. születésnapomra a házam népe egy kedves ajándékkal lepett meg. Nagyon ügyesen eltitkolták, úgyhogy tényleg meglepetés volt. Képzeljétek el, ott a püspökségnek a kertjébe évek óta van egy régi kő kútkáva. Valahonnan odahozták a műemlékesek, ott talán elfér, gondolták ott a nagy kertben, és hát én megmondtam, persze, örülök, hozzátok csak ide. És ott árválkodott az a kő kútkáva már évek óta. És amikor a születésnapi köszöntésre összejött a házam népe, azt mondták, hogy püspök atya, menjünk ki a kertbe, ott jobban elférünk. És képzeljétek el, hogy kimentünk a kertbe, és azon a régi kő kútkáván egy gyönyörű, szép, kovácsolt vas kút építmény volt, úgy, mint ahogy régen, kis kerékkel, kötéllel, rajta a vödör. És egy kis táblán oda volt írva, hogy Miklós kút. Hát gondolhatjátok, hogy milyen öröm volt ez nekem. És tényleg utólag tudtam meg, hogy mindig úgy eltereltek engem az előző órákban, hogy addig ők ott előkészítsék, hogy tényleg meglepetés legyen. Ezen a mai napon a Szentírásnak az olvasmányai mind-mind a víznek, az isteni ajándékáról szólnak. Mózes könyvéből hallottuk a választott nép történetéből azt a számukra felejthetetlen élményt, amikor a pusztai vándorlás idején ott a sivatagban szomjazott a nép, és az Úristen azt mondta Mózesnek, menj oda a sziklához, és fakasszál vizet. És Mózes ráütött a sziklára az ő botjával, és víz fakadt. És ivott a nép az állataival együtt. Az élet feltétele a víz, ezt olyan jól tudjuk. Most ebben a tavaszi időben mindig rácsodálkozunk évről évre, hogy a déli álom után megújul a természet. Először örültünk a kis hóvirágoknak, aztán egyszer csak most tegnap is, hogy többen is megjegyezték, akikkel találkoztam, hogy egy-két nap alatt kizöldült minden. Először a fűzfák, aztán a többi fák, most már virágok vannak a kertekben, mert megöntözte az első eső. A víz az életnek a csodálatos feltétele, a Jóistennek a csodálatos ajándéka. De hát ezt hallottuk az evangéliumban is, ezt a nagyon jól ismert történetet. Egy kicsit hosszabb ez a mai evangéliumi rész, mint amit megszoktunk hétről hétre, de olyan fontos ez, mert elképzeljük, beleéljük magunkat Jézusnak a találkozási élményébe azzal a szamariai asszonnyal. Sokszor behunyom a szememet, és úgy szinte magam előtt látom ezt a beszélgetést, az asszonynak a őszinte szavát hallom, és utána pedig jönnek az emberek az asszony hívására, hogy találkoztam valakivel, hát ha ő a Messiás. Aki oda vezet a kúthoz, az élő vizek forrásához. És most, amikor keresztelőre készülünk, egy kicsit elővételezzük a húsvét ünnepét, és mindnyájunknak alkalmat jelent ez, hogy a saját keresztségünkre is gondoljunk. Ezeknek az aranyos gyerekeknek ma kérjük az élő víz forrását. Ma kérjük az ő számukra az Úristen szeretetének a forrását. De velük együtt ma újra akarjuk élni mi is azt a csodát, azt a titkot, amiről Pál apostol szavát hallottuk a Szent Leckében, hogy a Szentlélek által kiáradt a szívünkbe az Isten szeretete. Isten népeként élhetünk, átélhetjük az ő gondoskodó szeretetét,
és átélhetjük azt a bizalmat, hogy ő számít ránk, és ahogy hallottuk a köszöntőben, küld bennünket, hogy vigyük el mindenkihez az evangélium örömét, vigyük el mindenkihez az Isten szeretetének az üzenetét. Számít ránk az Úristen. Van egy kedves öreg papunk, talán nevét sokan hallottátok már, Rusztyai Józsi bácsi. Itt él a szomszédban. Itt él Kálón, ahogy ő szokta kedvesen mondani, kálói remete vagyok. Valahányszor meglátogatom, mindig örömmel fogad, kés botjával siet elém, és mondja, püspök atya, hát eljöttél hozzám. És akkor beszélgetünk, és egyik alkalommal azt mondja, hogy tudod, mit szoktam én imádkozni minden reggel? Hát mondom, mondd Józsi bácsi. Hát ha fölébredek, rögtön azt mondom, Uram, úgy látszik, még számítasz rám, hát segíts nekem! Olyan szép ez a reggeli ima, mert kifejezi azt a hitet és meggyőződést Józsi bácsiét, de mindnyájunk nevében is mondja ezt, hogy az Úristen számít ránk, mert fölkeltette a napját, ad nekünk magunk a lehetőséget, hogy az ő szeretetét közvetítsük, hogy jobbá legyen ez a világ. Az elmúlt napokban emlékeztünk arra, hogy a drága, kedves, megöregedett Benedek pápa átadta a péteri szolgálatot Ferenc pápának. Benedek pápát is nagyon szerettem, nagyon tiszteltem őt. De most egy év alatt úgy a szívünkbe lopta magát Ferenc pápa. Az ő kedves, természetes őszinteségével, és azzal a különleges adottságával, amire ő maga mondta, hogy ő szeret képszerűen beszélni. Amit rögtön meg lehet érteni. Nagyon jól emlékszem, hogy talán éppen már egy éve annak, hogy az egyik első beszédében azt mondta, nem halljátok, hogy Jézus kopogtat, de belülről. Belülről kopogtat az ajtón, hogy nyissátok ki az ajtót. És azóta is hányszor halljuk tőle, menjetek ki, vigyétek az örömhírt. Az első pápai üzenete, amit most már magyar nyelven is olvashatunk, az evangélium öröme. Ez a címe ennek a pápai üzenetnek, és oldalakon keresztül mindig visszatér ehhez a gondolathoz, hogy vigyétek az örömet. Isten szeretetének az örömét. De azt is hozzáteszi, ezt az örömet csak azt tudja továbbadni, aki maga is átéli. Aki maga is megérzi, megérti az Úristennek a szeretetét. Az elmúlt napokban Mária Rádióból hívtak föl, hogy mondjak egy pár gondolatot, és Szent Pál apostolnak a hitvallását idéztem, aki a Galatákhoz írt levélben írja, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és föláldozta magát értem. Isten fiának hitében élek, aki így szeretett minket, hogy vállalta mi sorsunkat, közénk jött, osztozott mindenben, ami a mi emberi életünkhöz hozzátartozik, munkában, fáradtságban, aggodalomban, szenvedésben, és meghalt értünk a kereszten, hogy az ő föltámadásából részesítsen minket. Az örömhír csak azt tudja átadni, aki maga is átéli Isten szeretetének az örömét. Az elmúlt napokban, ahogy hallottam polgármester úr szavában, Miklós testvéremnek a köszöntőjében és apád úrnak a beszámolójában, hogy az elmúlt napokban ezen a misszión kinyitottátok a szíveteket. Megnyitottátok a szíveteket az Úristen szeretete előtt, és ma ennek a bizonysága, hogy ma itt vagyunk együtt, hálaadással ezen a mai vasárnapon,
amikor együtt örülünk ezekkel a fiatal, kedves családokkal, akik a kedvességet kérik a gyermekük számára. Betölt ti a szívünket Isten szeretete. Isten fiának hitében élek, aki szeretett és föláldozta magát értem. Készülünk a húsvét ünnepére, újra át akarjuk élni felnőtt hittel, a saját életünk mindennapi tapasztalatával, hogy az Úristen gondoskodik rólunk, ad új esélyt és számít ránk, hogy bennünk és általunk jobb legyen ez a világ. Olyan sokszor elgondolom, járva ezt a mi gyönyörű kis hazánkat. Most az elmúlt héten Bakonybélben voltam Szent Benedek ünnepén, azon az ősi, kedves helyen, ahol Szent Gellért is imádkozott, és ott együtt imádkoztunk a mi népünkért, a bencés szerzetesekkel, és amikor jöttünk megint hazafelé, hogy ez a gondolat erősödött meg bennem, hogy egy ilyen gyönyörű kis országot kaptunk mi a Jóistentől. Itt élünk a Duna-Tisza táján, a Kárpát-medence közepén, Európa közepén, Szent István népeként, és az Úristen számít ránk, hogy ezt a kis országot újra örömteli, békés, boldog, testvéri szeretetben élő országát tudjuk tenni. Befejezem Ferenc pápának megint csak a gondolatával, menjetek! Legyetek olyanok, mint a só, mely ízt ad, legyetek olyan, mint a fény, amely megvilágosít, legyetek egyre épült város, ahová föl lehet tekinteni. Legyetek ennek a világnak megjobbítói, Isten szeretetének, az Úristen örömének a közvetítői. Amen.